Erdős Bálint vagyok, az Egresi Dentál ügyvezetője. 15 éve dolgozom a fogászatban. Orvos látogatóként kezdtem, és jelenleg fogtechnikát és fogászatot üzemeltetünk Zuglóban. Az ugyancsak vitorláző üzlettársam Manyéki Andrással. Egyébként a mi kapcsolatunk és barátságunk is a vitorlázásnak köszönhető. Amikor először hallottam a Dentál Regatta megrendezéséről, nagy örömmel vettem, mert már én is fontolgattam valami hasonló kezdeményezést, és rögtön tudtam, hogy nekünk, mint szakmabeli vitorlázóknak ott a helyünk. Andrással a kollégáimból verbumáltunk egy teljesen amatőr csapatot, és elindultunk, és sikerült is megnyernünk az első dentál regattát. És nem csak a dentál regattát nyertük meg, hanem a, a dentál regatta egyszerre került megszervezésre a Pharma Kupa és Orvos regattával, ahol így 40-50 hajó indult emlékeim szerint, és sikerült ezt a versenyt abszolútban is megnyernünk. A Lackó Tamás felajánlott nekünk egy gyönyörű szép kupát, amit azóta is Nagybecsben, egy vándor kupát, amit azóta is Nagybecsben tartunk. A nagy várakozással tekintek a második dentáregattára is. Tavaly kiváló volt a szervezés, az időjárás pedig abszolút kegyeibe fogadta, fogadott minket. Hétágra sütött a nap, és még pont kellemes, de erős forgolódó szél folyt. Hajós szlengel élve kereskedelmi volt az időjárás. A tavalyi dentáregattára, most itt csak a, a dentárregattára gondolok, 13 hajó indult, ami szerintem első alkalomra nem kevés, de remélem, hogy idén az indulók száma növekedni fog. Jó lenne, ha még többen el tudnának indulni. Én nagyon sok olyan fogorvos és fogtechnikus vitorlázót ismerek, aki, aki sajnos nem jött el. Még bőven van ebben a rendezvényben potenciál. Ezzel a programmal szerintem mindenki csak nyerhet, nagyon jó csapatépítő tréningnek is. Akik esetleg nem vitorláztak eddig, azoknak lehetőségük van hajót bérelni, akár kapitányjal is. És mivel a hajókat kategóriánként is díjazzák, nem csak abszolútban, ezért így szinte mindenki éremesélyesként indul. Arra, hogy ez a második regatta is jól fog sikerülni és jól érezzük magunkat, arra több garancia is van, az egyik litkei farkas, akit szerintem nem kell bemutatnom, Szóling világbajnok, 11-szeres kékszörlaggyőztes, nagyon-nagyon sokszoros magyar bajnok. Ő legalább olyan jó versenyrendező, mint amilyen jó versenyvitorlázó. Lackó Tavás, aki, aki mindent megtett tavaly azért, hogy nagyon jól érezzük magunkat. Az Alfobályó Magyarország vezető implantációs rendszerre, aki ezt az egész versenyt fölkarolta és, és szponzorálja, aki nélkül talán az a rendezvény részre se jöhetett volna. Az indulók, akik tényleg a szakma krémjét képviselik, illetve a helyszín, a Kenese Marinaport, ami a Balaton egyik legszebb kikötője, és hát nem utolsó sorban a Balaton. Én azt kívánom, hogy gyertek el minél többen, találkozzunk június 20-án a második dentáragattán. Töltsünk el egy kellemes napot együtt, versenyezzünk, és utána bulizzunk egy jót. Mi küzdelem nélkül nem, de hogyha valaki gyorsabb nálunk, akkor boldogan átadjuk ezt a vándorkupát.